Szevasztok srácok, Csipi vagyok, folytatjuk ma tovább Alexrel, ma is ugye a draft sorozatunkat, azonban kimaradt most egy draft a sorozatból, mert ugye a mixer megint nem rögzítette valamiért, ezt nem is értem, hogy miért, tehát aznap két draftot felvettünk, kettő jó volt, a harmadik döntő nem volt jó, egyszerűen nem rögzítette le az appt, tehát úgy csinált, mintha ment volna a stream az ment is, de a végén nem mentett el, így ez a draft nincs meg, tehát ezen az akunton már nem is tudom hány draftunk van, mindjárt megnézzük. Ugye négy draftot már megnyertünk, de ebből csak hármat láttatok, ugye ezt a negyediket nem, pedig tök jó draft volt, egy tunéziai, egy francia-tunéziai ellenfelünk volt, és ilyen nagyképű kis pöcs volt, ráadásul szerintem nem értett a FIFA-hoz, mert minden posztra berakta a legjobb játékos, tehát ilyen inform, meg mindenféle ilyen speciális lapot. 69-es chemistry-e volt, végül Alex megverte 5-2-re, de jó kis meccs volt, nagyon sokat rögtünk, és mindig ezek a draftok tűnnek el. Tehát ezek nem rögzülnek, amik ilyen rohadt viccesek, meg izé, a szopatjuk orba szájba az ellenfeleket. Na mindegy, srácok, úgyhogy ez ment a kukába, ez a draft, sajnos. Nem rajtunk múlt, pedig szívesen megmutattuk volna nektek. Úgyhogy most jön a következő draft rész. Megint túl vagyunk már három meccsen, és ez a draft kibaszott nehéz volt. Tehát első meccs 7-6, ott a csávó már 3-0-ra is ment, onnan kellett megfordítani Alexnek, de csak egyenlíteni tudott, aztán 4-3-ra ment a csávó, aztán utána Alex végül csak bezúzta 7-6-ra. 2-1 is nehéz volt, és ez 2-1 is nehéz volt, aha, de az kilépett végül, amikor megfordítottuk a meccset, és a 3-2 az 3-0 is nehéz volt, nem? Vagy 3-2 is nehéz volt. Az rohadt nehéz volt, tényleg emlékszem. Szóval ez... Az nagyon nehéz draft volt, srácok, alig tudtunk bejutni tehát a döntőbe. A csapat az Alex rakta össze a csapatot. Ugye 4-3-3 alapfeállás választott, ugye nagy része PL. Elején még azt akartunk, hogy csinálunk egy... hát ilyen La Liga draftot, ugye Parejo volt itt. Messi meg itt, de aztán végül maradt ez a PL vonal, és akkor ide betettünk Jordi Albát, ugye 5-ös chemistry van, de hát ez van, nem tudunk mit csinálni. Úgyhogy... ennyi. Cserébe beszokott jönni ugye... Neymar a szélre, meg ugye Messi csatárba. Bonucci meg a Fertongen helyett néha. Aha, még szoktunk így egy ilyen cserécsájmes közben. Úgyhogy nézzünk egy ellenfelet. Ugye ketten játszanak az ellenfélnél, betette oda előre Lukakut, van balra egy Jordi Alba, de ugye ez Footballs DS, tehát elvét játszik, 94-es Courtois, nagy része ugye bal oldal az PL, jobb oldal az PL, bal oldal meg ugye spanyol La Liga játékosokkal van tele, illetve ott van még egy Azpilicueta. Ez a felállás, ez egy felállás, ez egy nagyon fura felállás, senki nem használja szerintem. Akkor rögtön cserélünk is, mi is. És akkor így folytatódik a mérkőzés. Behoztad a Bonucci-t is? Jó, akkor elhasználtuk mind a három cserénket. Meglátjuk, hogy ketten hogy játszanak. Ugye ketten játszanak, ugye vagy az van, hogy tök szarok. Vagy pedig az van, hogy már tökre összeszoktak és olyan játszanak, és akkor olyan szopók az egész, mi? Hát, Aguero az oda pattant, tehát még a csere előtt, mielőtt lecserélik lő egy gólt, és így megy az öltözőbe, hogy... Ez úgy néz ki, mint az egyik dinoszaurusz a izéből a Jurassic Parkból, ez a csávó, amúgy esküszöm. Csak most nem tudom már melyik volt, ilyen taraja volt, vagy ilyen bubis. Kikov, ja. De Bruyne. Ez nagyon jó kiugratás volt. Dybala. Középre Messi. Jó a passz.
sarokkal nem ment át. Kanté visszaszerzi. Messi. Nagyon szép passz, Neymar. Oda passzta, oda pattam Messi, ez egy kamugól volt, srácok. Ez ilyen kamugól. Tehát ez ilyen tipikus FIFA kamu, amikor a kaput odajuti egy nagyon OP játékos elé az ellenfélnél. Ez egy kamugól volt. Tehát ez ilyen annyira ezek ilyen szánalmas gólok egyébként. Akkor is, hogyha mi lőttük, de amikor mi kapjuk, akkor még szánalmasabb, tehát... Ez ilyen tipikus FIFA. Jó, mondjuk leszarom, mert 2-0, de értitek, miről beszélek, tehát, hogy... Mindig oda pattan az ellenfélhez, bazd meg ebben a játékban labda, nem? Tehát hiába véd nagyot a kapus. Hiába véd nagyot a kapus, oda pattan a játék, az ellenfélhez, az ellenfél játékos általában, szóval ilyen... Mindig azt mondja Alex, hogy ezek nem tudnak ketten játszani. Aha, most, hogy ezt kimondtad, természetesen hirtelen így elkezdenek játszani, és mindjárt kapsz is egy gól, de nem. Lallana. Lallana ugye tavaly toc volt. Meg is volt neki, nem? Meg a Herrera is meg volt tocba. Csináljunk már egy pár ilyen régi videót. A régi klubról is, tudod. Teszi, De Bruyne. Lágy ívelésbe. Nem sikerült kapura tenni, meg megtartani se a labdát. Kanté most elég hasznosan játszik így a meccs elején, mert több labdát is szerzett egyébként, ahogy néztem. Messi lesen volt, onnan lépett vissza, úgyhogy jöhet a szabadrugás az ellenfélnél. Hazard. De Bruyne oda passzolja Hazardnak, most Hazard Messivel játszik össze. Hazard Messi beindul, de helyett egy Hazard lövés, és mégis a csapattársam védett a nagyot egyébként. Ez mi a fasz volt, hogy Neymar inkább kifejezni a labdát? Hagyhatta volna simán kimenni, és akkor szólt erre belefeje, hogy mit csinált, hihetetlen. Ez a képesztő. Ez meg nagyon szar passz volt. Dybala. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shreves is on the case. Oh, horrible. Messi középre adja. Még tovább De Bruyne. Ott a harmadik. Fél nem tudnak játszani annyira. Jól. Szép akció volt, ki volt játszva. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. And here they are on the attack. Lallana. Look very good indeed, but the move is broken down. Azt mondta Alex, hogy valamelyik kettő közül mindig egy irányba viszi felfelé. Egy kiszámítható, hogy mit fog csinálni. Állunk a Kanté eléggé lesérült. Aha, indítsd, ez az. Messi megindul. Ugye túloldalon ott várja. Messi, nem bazd meg. Nem, hát ezt nem bírom nézni. Tehát ez a berédzselek állandóan. Amikor így kimaradnak az itt szeret. Tehát, hogy ilyen, most tudom. Na, Karnazis. Legalább kiütött erőnek, hogy nem ment át bazd meg az ideje. Két argentin játszott most össze, csak hát Messi úgy beszélte a labdát, bazdnak, hogy 4 méterre pattant tőle. Ó, Neymar, labdaszerzés. Messi, úreska Neymar. Messi sikerül megtartani, és még tovább is passzolja Dybalának. Dybala. Jön a rage, meg a kritikus draft. Cristiano Ronaldo. Most eljön a kritikus draft, illetve a rage. Most eljön, hogy befog rage-el, amikor így kimaradnak a helyzetek. Öld rá, szép. Ez nem lesz Lukaku.
Nem volt leset, amikor indított, akkor még egy vonal volt. Le fogja lőni Lukakuval. Bonucci nagyon nagyot mentett egyébként, mert ezt a Lukakut elég nehéz megállítani, hiszen a tottos Lukaku. Egy igazi beast, azt mondja Alex. Na? Bomban, jó. Canesis, azt mondja a riportban, és a kommentátor a riportban. Neymar kivezeti. Sané. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Adam Lallana. Now here's a chance to get at the opposition. Na, Lukaku. Megint nagyon nagyot mentettünk. Már kétszer. Lukaku már kétszer volt egyébként helyzetben. Na mindegy. Vagy megtartjuk Neymar. Középpassz, De Bruyne. És ez nem volt semmi? Azt hittem már nem fogja le. Dybala legurítja, tovább fog passzolni, nem, rálövöd. Jöjjtem szóval a kritikus zsiraszt. Messze, amúgy megint lesz le akarsz, hogy láttad. Hazard, jó, nagyon nagy labda. Hú. Tudom, mit akartál csinálni, ez egyébként kurva jó lett volna. Kár, hogy egy videót észnél volt, és mentetted nagyot. Nagy játék! Ne add be, ne add be, aztán előd rá! Ne add be, már másodszorra próbáld leadni, és mind a kétszer levédekezték ott. De ne add be inkább. Na, hát 3-0-as fél időben megyünk a fél időre. 3-1-7-7, hát... Szerintem ez meg lesz az a draft, ha nem dob le a szerver mondjuk. Nem? Handicap nem fog jönni. Max egy kikoblics. Nem tudom. Hopp! Ez egy ilyen szar emelt lövés volt. Nem is tudom mit csináltad, és még így lett majdnem jó. Na nézzük, hogy lehetett. Nagyon veszélyesen csavarodott be, azt akartam mondani, hogy ebből bizony bármi lehet. Olyan jól adta be. Ki is csak kapusunk? Már nem is tudom. Kár nezzi, jókat véd. Másodszor is a drákat a rövidre. Szóval ezt lehet begyakorolták. Valencia. Valencia. Ez. Sármikor. Na. In the mind of the referee, definitely. Well, nem léptek ki. Nem mondom, hogy cseréltek, jó? Leonardo Bonucci. Kevin De Bruyne. Aguero jött fel a Saul helyett. És... más nem cseréltek, ahogy nézem. Közben volt egy gyenge lövés, egy ilyen csavarás. Van úgy egy vadállat. Valencia, hátra teszi inkább, az a biztos. Bonucci ki a szélre, Jordi Alba. De Bruyne nem volt jó, ugye egyből akartunk kinyitani a szélen Neymar, de nem volt jó, de viszont ez most nagyon jó lesz, csak hosszú. Hosszú, egyből be kell adni. Atyajék. Én azt hittem, hogy kint feladtad be. Gól! Tudtam, amikor középre passzoltad, hogy a befutó ember úgy a felölni, mint. Hely már a gólszerző, ugye, ő csereként állt be a csapatba, ugye? Ugye? Hogy emlékszem? Szép.
4-0 az 58. perc környékén, és ez a nagyszerű labda Messinek, lemarad róla ugye a védő, mert Messi. Ó, és visszapattan ránk, úgyhogy ez kirúgás lesz. Helyett szöglet, ez nagyon érdekes. Ez is ilyen Messi kamu volt. Ronaldo indul meg. Aha. De tényleg egy ütem előbb indítja, akkor jó lett volna, de így szar volt. Messi. Indítsd, ez az. De Bruyne lép ki. Be is lövi laposan. Szép, gyönyörű volt. Ezzel a lapos lövéssel. Gay majdnem elveszíti a labdát, de végül csak begyűlt itt Jordi Alba, meg is tartja. Ja, hát eddig. Aztán végül csak megtartja mégis. Gay. Igen, ez a szögi. Megint ugyanazt csinálják, látod? Ezt szerintem begyakorolták, ezt a beadást, tudod, a szögletbeadást begyakorolták. Így ketten. És akkor egy ilyen gól a semmiből, Sanyi a szerzője, de tényleg nem, ez olyan gólt, hogy lőtt egyik, aztán bement, nem? 5-1, hát ezek már nem fognak kilépni. 70. perc. Azt elkapkodjuk. From the supporters. Well, those fans can't even be bothered to give their players any stick at the moment. They're just stunned into silence. They're on the move now. Ah, szép lett volna. Aguirre-t leütközzük, és mehet a kontra. Kanté meglódul. Nagyon nagy az üres terület előtte, ugye a védők. Nem tudom, mit csináltak. Oda fog pattani? Nem. Ki van ott egy nagy helyzet. Bailey szedi össze. Sergio Aguero. Attacking now. Aiming for the dangerous head of Ronaldo. Nem a miénk. Well, it will be a throw-in. Adam Lallana. Trying to get involved, I think, forward by coming this deep to get on the ball. Lallana, kiteszi Sanyi, jön a beadás, Kanazis. We say so often, we get the benefit of these replays. And the assistant, of course, has one chance to see it. Did he get it right, Alan? Oh, just about. Elég unalmas lett ez a meccs is, nem? A great call from the official. Amiért nem az? De unalmas. De tényleg kilépetek volna már, tehát ilyen szenvedés. Ki a szélre, ne, már négyen vannak bent, add már be valakit, ez az Messi, 6-1, szép. Jó, hát tényleg úgy sem meccs, de te is tudod, hogy nem? És két ott maradt nálunk, ki akarta intézni a középsőt, mi? Nem is tudom, aki már a Messi, vagy nem is tudom, most Messinél volt. Kanté indult be. Le fogja fújni, nem? Fia, teszi a hosszúra. Ez kemény volt, a Sanya sokkal jobb helyzetben volt, és már rá is fejelhette volna, tudod. Dybala.
Still got a bit to do, but this is promising. Szép. A becsúszó. Alig várom, hogy vége legyen ennek a meccsnek. Hazard. Hazard. Á, ez is egy jó becsúszás volt egyébként. Tudom, hogy be akartad volna adni, mi? Ki sem megy, visszahúzza. Lukaki. Ronaldo. Valencia szerez labdát. Indul a szél, ez az. Dybala. Kijön rád az egyik fickó. Hú, de... De... Te be lettek küldetve a hintába. Hopp, ez 11-es lesz. Ez nem volt 11-es? Ez ekkor akamú ez a játék? Messze. De úgy is fel a faszban. Ebbe rage-elek itt a végére. Fújd le már, fújd már le. Jön, de nem fújja le. Na végre, na. Nagyon unalmas meccs volt, atyaég. Alex is rohadtul unta. Ezt lőtt két gólt, adott két gólt, paszt. Nem glitcheltek ki, az érdekes. Nem is meg lehet a glitchet, mi? Ugyanannyi lövésük volt majdnem, mint nekünk, tudod, hogy nekünk minden 13 kaput talált. Ez mégis 6-1 lett. 7-6-2, egy 3-2 és 6-1 nem volt egy túl könnyű, talán a döntő volt a legkönnyebb. Megint ezt a szart 4-3 szorodott, érted? Á, hát ebben nem lesz semmi. Direkt most, ezen a héten, amikor a PL-t ott van, direkt nem dob jó pakokat, nem? Ez gyötrelmes, ebből nem fog visszajönni semmi. Vékony. Ez vicc, bazd meg. Ennyi. Na, kíváncsi csak utolsó pakra, hogy vékony lesz-e. Áááááá, ez mi a faszom ez, bazd meg? Ez szánalmas. De az sokat ér, de hát amúgy egy kalapszor az egész, úgy ahogy van, egy fors. Jó, van ez discard. 3, vagy 250, vagy 300 a discardja, nem 250 a discardja. Na srácok, ennyi lett volna a következő része a draft sorozatunknak, hát megnyerte Alex a draftot, végig szenvedte a 4 meccset, de bazd meg ezért a... De direkt nem dob, direkt nem dob bazd meg jókat, tehát hogy nehogy egy toccalt nyissunk egy PL toccot. Na mindegy, azért tetszett, dobjatok rá egy lájkot, Alex játszott, Csipi voltam, szevasztok!